Jobb híján került a kezébe a hangszer, de hamar hírességek és uralkodók előtt fújta. Végül maga lett a felkent klarinét király. Trónviszály nincs, ma a Kállai hármas mindegyike sztár. Én nem szeretem azt a szót, hogy zenész. Ezt a szót ki nem bírom. Irritál. Én azt a szót szeretem, hogy muzsikus. Köszöntöm Önöket! Mai vendégünk egy igazi koronás fő, a klarinét királya, Kállai Kisernő. Szeretettel üdvözlöm Önt itt a két Szeretettel regényben. Köszöntöm én is, és a kedves közönséget is. Egy zenész családba született fiúcska volt Ön, és ennek ellenére majdhogy nem egy vadásszal vagy egy erdésszel beszélgetek itt, nem sokon múlt. Pontosan így volt, mert én nekem fogalmam se volt arról, hogy mi az a klarinét. 7 éves koromban általános iskolába jártam, a 13. kerületi Gömb utcai általános iskolába, és alakult egy zenekar, fúvós zenekar. Na, a fúvós zenekar megalakult, mindenki tudta, csak én nem. Végül megsúgták nekem, hogy hát Kállai, te miért nem jelentkezel? És én gyorsan befutottam a tanárhoz, és mondtam, hát tanár úr, szeretnék én is, ilyen sovány gyerek voltam, szeretnék én is ebbe a zenekarba részt venni. Tanár azt mondja, hogy Kállai, hát ilyenkor kell jönni. Mondom, mi a probléma? Hát már nincsen hangszer. Hát minden hangszert kiosztottam. Hát én majdnem elpicserettem magamat, és a tanár látta, hogy már tényleg a sírás folytogat engem. Valahogy úgy megsajnált, azt mondja nekem, na várjál, Kállai, bemegyek a szertárba, és körülnézek, hát ha akad valami, akár cintányér, akár nagy dob, valami. Bement a szertárba, és erre fogta magát, kihozott egy klarinétot. Na, Kállai, tessék, te klarinétos leszel. És a zenés családban senki nem volt klarinétos korábban? Senki. Senki nem volt, a édesapám az cimbalmos volt. És ugye azt mondta, hogy ez 7 éves korában volt, akkor az 1946. 46, 45, 46. És azért a háború utáni években egyszerűen volt energiája az embereknek zenélni, tanítatni a gyereküket? Voltak hangszerek? Volt erre erő? Hát nagyon nehezen. Őszinte vagyok, nagyon nehezen. Én nagyon nagy szegénységben nőttem fel. Nagyon nagy szegénységben, azt el lehet mondani. De valahogy úgy megszerettem a hangszert. Annyira megszerettem, hogy oda voltam az örömtől, mikor a tanár úr nekem ezt a hangszert odaadta, és mutogatta nekem a hangokat, hogy így, úgy, amúgy, így csinált Kállai, úgy csinált, és akkor 3 hónap múlva már a tanár felfigyelt rám. És azt mondta, nagyon jó Kállai, csak így tovább. De gyakoroltam is, annyit gyakoroltam, hogy ahol laktunk, összeírtak a lakók, és ki akartak minket lakoltatni. Uh-huh. És akkor utána már 3 hónap múlva jártunk fellépni, jártunk ide, terekre, muzsikálni. És segítsen azt elképzelni, hogy a cigányzenés családokban a gyerekek zenei nevelése az hogy történt? Általában zenei iskolába iratták őket, vagy pedig a család zenészei tanították? Hát zeneiskola nélkül nincs alap. A zeneiskolába kötelező járni. Hát ott természetes, hogy zeneiskolába az alapokat meg kell tanulni. Én klasszikus zenésznek készültem, tehát zeneiskolába jártam, majd tovább jártam akadémiai szinten, tanultam klarinétozni a Váci professzortól. Ez a konzervatórium Igen, volt már. Igen, a konzervatórium is az akadémia, akkor együtt volt. És az egy általános dolog volt, hogy a cigányzenész családoknak a gyerekei eljutnak a konzervatóriumba és képezhetik magukat, megengedhették maguknak ezek a családok? Hát akkor felvételi volt.
Tehát nem mindenkit, például Váci professzor 50 ember közül kettőnket vett fel. Említette, hogy komoly zenét tanult, igen, és komoly zenésznek készült, de a családjában nem komoly zenészek, igen, voltak. Az a tudás, amit hozott az őseitől, hozott a családjából, az hasznosítható volt az akadémián, vagy már ott azért egy egészen más dologhoz kellett alkalmazkodni? Nem, hasznosítható volt. Tehát az benne van az embernek a szívébe, benne van a vérébe, benne van a lelkébe, benne van a tudatába, és az csak gazdagítja. Az gazdagítja a muzsikát, a művészetet. Tehát ez az ő, és természetes, hogy aztán utána hajlottam a cigányzene felé. Mert nekem az annyira tetszett, és hát így lettem az, aki lettem. Miután elvégezte a konzervatóriumot, igen, utána került a Magyar Állami Népi Együttesbe? Igen, a Magyar Állami Népi Együttesnél kezdtem, a régi, nagyon-nagyon, amikor nem kisebb személyiség dirigált engem, mint Kodály Zoltán. Kodály Zoltán dirigált engem, és a galántai táncokra én játszottam az ő kompozíciójába a klarinét szólót. Hát hány éves volt akkor? Nagyon fiatal voltam, 16, 17, 18, már nem emlékszem úgy. És akkor a mester oda jött hozzám, és játszottam, és mondtam a mesternek, mondom, mester, ezt én így nem tudom lejátszani, mert olyan hosszan írt a legátóba, hogy nem tudtam, hogy hol vegyek levegőt. Hát egyszerűen ezt nem lehetett kijátszani. És akkor a tanár, a mester, a Kodály Zoltán azt mondja, fiatal ember magának tökéletesen igaza van, itt vegyem, bejegyezte, ott vettem levegőt, és erre le volt tudva minden. Mikor aztán eljátszottam, vállamra tette a kezét, és azt mondta, maga nagyon tehetséges fiatal. Hát ez óriási dicséret volt. Hát ezt elhiszem, nem akárkitől kapta, igen, és azóta is, igen, így játsszák egyébként? Tehát végül is megmaradt az a változtatás, amit ott eszközölt Kodály? Amikor szükség van rá, az természetes, ugyanúgy játszom. Hogy lehetett valaki szólista a Magyar Állami Népi Együttesben? Mindenhol van egy válogatás. Hát tehát utána a rádiózenekarhoz kerültem, és utána már, hogy ugorjunk egy kicsikét, már kimentem külföldre, kint játszottam Svédországban, utána játszottam Brüsszelbe 1958-ban a brüsszeli világkiállításon. Nem kisebb személyiségeknek játszottam, mint a belga királynak. De hát akkor is csak 19 éves volt. Igen. Hogy érte ez a megtiszteltetés, hogy önt engedte ki a hatalom? Szükség volt rám. Tehát szükség volt rám, tudták azt, hogy ez egy tehetséges fiatalember, és hát a tudás az, hogy is mondjam, hát az mindent legyőz. És mit játszottak? Emlékszik rá, hogy ott a brüsszeli világkiállításon mi volt a műsor? Magyar nótákat, csárdásokat, Csak egy kislány van a világon, meg minden, ami operett részleteket, és a belga királynak ez annyira tetszett, az minden második héten ott vacsorázott a magyar étterembe. De ezen kívül játszottam még a svéd királynak Stockholmba. Olyan helyen játszottam a Grand Hotelba, ahol most adják át a Nobel-díjakat. Tehát akkor is egy nagyon-nagyon nagy hely volt az, és ott játszottam. Szépen lassan nyilván megtalálta a saját hangját, de én úgy hallottam, hogy önnek szándéka is volt, hogy kialakítson egy kállai stílust. Ez nem csak magától alakult ki, hanem ön törekedett is erre. De miért? Hallgattam a régi klarinétosokat, hallgattam, hogy kitűnő klarinétosok voltak. Csak én nem akartam őket utánozni. Én törekedtem. De a szakma úgy mondja, hogy forradalmasítottam a klarinétot. Tehát a technikával, a hanggal, a tónussal, az előadási móddal.
Tehát és így alakult ki, azt mondják, hogy a Kállai stílus. Segítsen megérteni, én nem zenélek sajnos, a klarinétot nem ismerem, de természetesen ön elhozta a jó barátját, a hangszert. Igen. Egyébként ez az, amin már 50 éve játszik tényleg? 57. 57 éve. Igen. Fantasztikus, akkor már teljesen összenőttek. Egy picit megmutatja nekem, hogy hogy szólna csak úgy általában, és mondjuk ugyanaz, hogy szól a Kállai stílusnak megfelelően? Örömmel. Köszönöm. Mit fogunk hallani? Hát játsszuk el a Csitári hegyek alatt. Jó. És ezt a gyönyörű szép melódiát. És először úgy, ahogy általában játsszák, aztán a Kállai verziót? Először játsszuk simán. Jó. Tehát. És most jön a második változat. A Kállai. Így van.